beírjátok magatokat a jelenlétívbe, ezt követően fölvesszük a mellényt, illetve a pólót. Közel 10 diák kapta meg most a szükséges eligazítást a nyári bűnmegelőzési akcióban való sikeres részvételükhöz. 7. éve tart a Nyíregyházi Turisztikai Nonprofit Kft. És a Nyíregyházi Rendőrkapitányság együttműködése. Ennek eredményeként minden nyáron Tourist Police akció működik Sóstón. Ez a városrész ugyanis évről évre nagyobb figyelmet kap, mind a helyiek, mind a turisták részéről. Tavaly rekordévünk volt, 197 000 vendégéjszakát töltöttek el a Nyíregyházán, a kereskedelmi szálláshelyen a vendégek, ehhez jön még a magánszálláshelyeknek a vendégszáma, úgyhogy meghaladtuk a 200 000 éves szinten. Természetesen a főszezonban, júliusban és augusztusban érkeznek hozzánk a legtöbben. A külföldiek aránya 30–35%, ez ugye évente változik. A legtöbben a szomszédos országokból érkeznek, Szlovákiából, Romániából, Lengyelországból és Ukrajnából, de azt tapasztaljuk, hogy ezekből az országokból érkező vendégek is, többnyire fiatalok és középkoriak egyaránt beszélik az angol nyelvet. Ezért olyan diákok segítik a rendőri munkát, akik több nyelven beszélnek, így a turistáknak is tudnak hasznos tanácsokat adni. A Tourist Police akció célja, hogy megfelelő biztonságérzetet tudjanak nyújtani a hatóság szakemberei a látogatóknak, és fokozni tudják a rendőri jelenlétet. Őket úgy osztottuk be, hogy a hét minden napjára, itt a Sóstón hétfőtől péntekig vagyunk egyenruhás és civilruhás kollégákkal, kollégánként 3 diákot osztottunk be, és akkor így le tudjuk fedni az egész Sóstó területét, illetve a Kossuth térre is vannak beosztva diákok egyenruhás járőrök mellé, és délelőtti, délutáni időtartamban vannak a gyerekek. Eddig közel 70 diák jelentkezett, hogy részt vehessen az akcióban. Van köztük olyan, aki tavaly is itt dolgozott le néhány órát a kötelező 50 órás közösségi szolgálatból. Tavaly is ugyanez volt a feladat, hogy például elmentünk az állatkert elé, és amelyik kocsiba volt érték, vagy le volt húzva az ablak, oda arra raktunk egy ilyen szórólapot, vagy bevittek minket a strandra, ott is szórólapot osztottunk a turistáknak. Ez idén 6 nyelven tartalmaz bűnmegelőzési tanácsokat, többek között a fürdőzéssel kapcsolatban.